Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltón ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz! Te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz! Te az Atya jobbján ülsz, hogy közbe járj értünk. Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jó forrása. Önszívünkbe irántad való szeretetet és a vallásos lelkületet növelt bennünk. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké. Azoknak a népeknek szemében, amelyek hallanak ezekről a törvényekről.
Hol van mindig olyan nagy nép, amelyeknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint ez az egész törvény, amelyet ma elégettem? Ez az Isten fia. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus köré gyűltek a farizósok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mosták a kezüket könnyékig. Így tartják meg az ősök hagyományait. És ha a piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. És még más sok hagyományhoz is ragaszkodnak, így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és az írástudók megkérdezték tehát, miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait? Miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ezt a választ adta: képmutatók. Találóan jövendölt rólatok Izaiás, amint írta:
Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol maradt tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok. Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt, hallgassatok rám mindannyian, és értsétek meg, kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné, hanem ami belőle származik, azt teszi az ember tisztátalanná. Mert belülről az emberi szívből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevésség, léhaság. Ez a sok rossz minden belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert. Ezek az evangélium igéi. Szeretett Isten népe! Kíváncsi ember lévén, én ezt már ugyanelőre a helyről megtettem, én kérdeznék. Választ nem valószínű, hogy kapok. Ki az, aki meri állítani, hogy büszke és erős azért, mert Isten hívő ember? Mózes törvénye, amit hallottunk. Mózes a nagy próféta, aki egyedül látta az Urat szemtől szembe a Szentírás leírása szerint. És amikor minden próféta ezzel a szöveggel kezdi a mondani valóját, Shema Yisrael, hallgass ide Izrael, hallgassátok meg az Úr szavát. Van-e még egy olyan nagy nemzet, akinek az Istene ilyen közel lenne hozzá, mint hozzád, Izrael, ha hívod őt? Van-e még egy olyan nagy nemzet, mint a kiválasztott keresztény emberek közössége, akihez az Úr olyan közel lenne, hogy ha hozzá szólunk? És ez kellene, hogy a mi erőnk, békességünk, büszkeségünk legyen, mi a meghívott keresztények, akik Krisztus követésére vállalkoztak. Másik kérdésem, valóban vállalkoztunk arra, hogy Krisztust követjük? Megkeresztelt emberek vagyunk, ez nem vitás. De volt-e életünkben módunk, lehetőségünk arra, hogy önmagunk döntsük el, hogy Krisztus szavát hallgatók vagyunk, akik nem csak hallgatják, hanem meg is teszik, amit az Úr mond. Ezt hívják magyarul élő hitnek. Aki tudott dönteni, ehhez hadd tegyek hozzá annyit. Nehogy valaki azt érezze, hogy bűnös azért, mert nem döntött.
Mindegyikünk megpróbál az életében Krisztushoz tartozni, több-kevesebb sikerrel. De az élő hit, ahogy az evangélium mondja, az nem a mi saját elhatározásunk, döntésünk és magatartásunk, hanem megkapott segítség az Úrtól. Akinek módja volt az Urat közelről megismerni, mint Mózesnek, vagy bármelyik prófétának, aki látomásában ismerte meg az Urat. A mi életünk látomásai hol vannak? Hiányzik belőlünk a bátorság? Keresztény embernek lenni? Hiányzik belőlünk a bátorság, hogy amit kérünk, úgy ahogy Jézus mondja, kérjetek az én nevemben az Atyától, és megkapjátok. Vagy félünk attól is, hogy ha mégis megkapjuk, amit kértünk, hogy akkor nincs más választásunk, csak Krisztus követőnek lenni? Igen, félünk tőle. Merjük nyugodtan kimondani. Valahol az emberben van egy bizonytalanság. Jaj, ha kérem, és ha nem kapom meg, akkor elhagyom az Urat, elhagyom a hitemet. Mi történik akkor? Ha meg megkapom, akkor mit csinálok tovább? Jézus elénk állítja a kisgyereket, és azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be az Isten országába. A kisgyerek nem kételkedik abba, hogy ha ő valamit kér, és az elfogadható kérés, hogy azt meg is kapja. Ő biztos benne. Mi felnőttek, kineveltük magunkból azt, hogy óvatosak legyünk. A Krisztusnál nem óvatosság kell. A Krisztusnál a békesség Istenénél a biztonság kell. Amit ő ajándékoz ugyan nekünk, de ezt az ajándékot merjük már egyszer elfogadni. Merjünk Krisztus emberei lenni, és merjük kimondani, mint ahogy Mózes a népnek mondja, van-e még egy olyan nép, olyan nagy nép, akihez az Istene olyan közel lenne hozzá, mint Izrael te hozzád? És akkor dicsért téged a másik nemzet is, mert mondja, hogy te egy okos nemzet vagy, ügyes nemzet vagy. Keresztény ember, gondolkozzunk úgy, te okos nemzet, te ügyes nemzet, az Isten nemzete vagy, a Jézus Krisztus nemzete vagy. Legyél biztos a kereszténységedben, amit éltessen és adjon nekünk az Úr. Az apostoli hitvallást mondjuk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami ebben a misztériumban történik, annak ereje életté váljék bennünk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos idő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk neked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő, által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől, majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a föltámadástól bizonyságot adjon nekünk. Ezért az angyalokkal és minden szentéddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük. Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy legyen ez számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, majd ismét hálát adott, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben,
Ferenc pápánkkal, püspökeinkkel, az egész papsággal és diákonusainkkal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus, a te fiad által, ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért bizalommal mondjuk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házat, hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Imádkozzunk! Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk, Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Az egyházközség zarándokutat szervez a napsütötte Toszkánába, Firenze, Siena, Pisa, Bologna, 2024. október 8-ától 11-ig 4 nap. További információkat biztosan az egyházközségtől megkapják. Bucsú Szent Lászlóra az indulás szeptember 6-án délután 4 órakor az iskola elől. Jövő szombattól a szentmiség 18 órakor kezdődnek. Szeptember 6-án pénteken a szentségimádás és a szentmise elmarad. 13-án pénteken tartjuk a templom 25 éves évfordulóját. Szentmisét 18 órakor mutat be Udvargyi György veszprémi érsek. Ezen a napon a szentségimádás elmarad. A szentségimádás előtti csütörtökön tartjuk meg 17 órakor, a szentóra után a szentmisét. Szeptember 14-én 15 órakor keresztutat tartunk az egregyi stációknál. Szeptember 14-e Szentkereszt felmagasztalásának az ünnepe. Mindenkinek kívánok békességes, szép vasárnapot. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, járjatok békességgel.